Ha egy kisbaba a 36. héten vagy annál korábban jön világra, koraszülöttnek tekintik az orvosok. Hazánkban minden tizedik gyermek így születik. Ennek legfőbb okát a stresszben és a dohányzásban látják a szakértők. Befolyásolja a terhességet az is, hogy a nők később vállalnak gyereket, mondja Tamás László, a Győri Kórház igazgatója, akitől megtudtuk azt is, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a koraszülött osztály korszerűsítésére. Jelen pillanatban egy nagy fejlesztés végén, egy átadás előtt állunk. Uniós forrásból egy 13 milliárdos beruházás készül az intézményünkben, és a jövő hónap közepén kerül átadásra, műszaki átadásra az új épületünk, ahol a teljes ecsemő osztály átköltözik. Jelenleg 18 inkubátor áll rendelkezésre. Ezek szinte mindig tele vannak. Megkérdeztünk egy anyát, mi a véleménye a mostani helyzetről. Amit a pár nap alapján tudok mondani a koraszülött osztályról, az abszolút pozitív. A nővérek meg az orvosok hozzáállásáról is, meg az szerintem nagyon fontos, hogy a szülők tudnak jönni a kicsikhez, tehát tudják tartani a kapcsolatot. A koraszülött osztály februárra egy teljesen új kórházi szárnyba költözhet. További 220 millió forintból új eszközöket szereznek be. Többek között új inkubátorokat, infúziós pumpákat, valamint bevezetik az elektronikus korlap használatát is.